2018. októberi teljesítménye alapján az Albert és a csapatából Bede Bernadett lett a hónap legjobb női felnőtt játékosa. Pénteken tudtam meg, akkor hívott fel a Robi telefonon, és nagyon-nagyon örülök. Hát igazándiból ez a hónapunk konkrétan nem sikerült olyan fényesen. Meglepetésszerűen ért bennünket, hogy a Betty pont ebben a hónapban lett az hónapjátékosa. Viszont amióta itt van, nem nagyon van olyan mérkőzése, hogy 10 gól alatt fejezi be. Ha már megtudtuk, hogy Bernadett gólerős játékos, ismerjük most meg egy picit még jobban. Balátlövő vagyok általában, de általában belső három poszton szoktam játszani. Csapatszellemben nagyon hasznos ember, összetartja a csapatot. Májusban múlt egy 20 éve kézilabdázók, hát igazából a tapasztalat, meg nagyon jó közösség van, igazából nekik is köszönhetem ezt, hogy ez sikerült ezt az eredményt elérnem. Jó viszonyban van mindenkivel, ami ugye nem feltétlenül igaz minden egyes játékosra, de ő kivétel ebben is. Gólerős, több poszton is kiváló játékra képes, ám mégsem erre a legbüszkébb. Hát igazából az esik a legjobban, hogy a koromból, én idős ugye nem vagyok, de a koromból adódóan azért van rutinom, van tapasztalatom, és amit ugye elmondok nekik, azt általában beszokták tartani, meg nagyon sokat tudok nekik így segíteni, mint hogyha általában, hogyha kispados vagyok, vagy valami, vagy bent a pályán belül is. Főleg a fiatalkorú játékosokkal így nagyon-nagyon megtalálom a hangsúlyt. A fiatalabb játékosoknak én személy szerint is szoktam mondani, hogy amit a Betty mond, arra figyeljünk oda, mert ő már azért sok nagy csatát megélt, és szerencsére meg is fogadják a tanácsát. És bár az Albert és a októberi teljesítményével nem volt maradéktalanul elégedett a szakvezetés, azért az imént halott csapategységre lehet építeni a jövőben. Lányok azért próbálják magukat oda tenni szívvel, lélekkel. Aki itt van, az mindent belead, és így haladunk szépen előre. Kézilabdán kívül össze szoktunk gyűlni, esetleg egy rendezvény alkalmával, de általában a hétvégén, hogyha úgy összenak, együtt van a társaság. Csak ugye mindenki elég elfoglalt, de mi tudunk, együtt töltünk.